vízi átkelési és felderítési feladatokat gyakoroltak a tatai Klapka-György lövészdandár első lövészzászló aljának csapatfelderítői a Komárom-Esztergom megyei Neszmély település melletti Duna szakaszon. A mozzanatot a szolnoki Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár harctámogató osztagának katonái biztosították. A gyakorlat két héttel ezelőtt kezdődött. Az első héten a tatai katonák túlélési technikákat sajátítottak el, majd ezt követően a vízi kiképzéshez szükséges ismereteket, ezen belül is a csónakos elemeket gyakorolták. A felkészítés ezen szakaszába kapcsolódtak be a szolnoki katonák, akik tapasztalataikkal segítették bajtársaikat. Mivel egy folyón történő átkelés előtt fel kell térképezni az átkelési lehetőségeket, a mozzanat első szakaszában két felderítő katona úszva közelítette meg a partszakaszt, majd miután meggyőződtek arról, hogy nincs ellenséges tevékenység a területen, jeleztek társaiknak, akik egy Zodiac típusú több célú hajó fedélzetéről partra szálltak és elvégezték a terület átvizsgálását.